Hercoges bulvár, könnyeknél sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök Szószátyár című sorunkat hallják. Mai vendégem Kenjie, az Új Szemle című kínai nyelvű kiadvány igazgatója. Szervusz! Jó napot kívánok! Én azt javaslom, tegeződjünk a beszélgetés során, mert egyrészt könnyebb beszélgetni, neked is, nekem is, főleg nekem. No, hát nyilván a nevedből, illetve a foglalkozásodból adódóan mindenki számára világos, hogy te egy kínai fiatalasszony vagy. Hogy kerültél és mikor kerültél Magyarországra? 1991-ben jöttem Magyarországra a férjemmel együtt. És azóta itt maradtam. Tanultam a magyar nyelvet. 2000-ben alapítottunk ezt a kínai nyelvű újságot. Alapvetően ez a sajtó, a média az korábban is közel állt hozzád? Esetleg ebben a témakörben végezted az iskoláidat? Nem. A férjem iskolában, amikor még nagy a fiatal, akkor is nagyon szeretett a fotózni. Saját otthon előhívja a fényképeket. Nagyon szereti, és amikor itt került a Magyarországon, már gondolja, hogy csinálja egy kínai nyelvű újságot a itteni élő kínaiaknak. De azt gondolom, hogy ez egy ilyen hiánypótló helyzet volt, hiszen azért a kínai közösség itt elég erős, elég nagy, és van erre igény, hogy kínai nyelvű kiadvány kerüljön a kezükbe, ugye? Igen. Alapvetően amennyire tudom, ti az interneten is aktívak vagytok, tehát ott is van ennek egy online változat ennek az újságnak, illetve papír alapon is megjelentek hetente, két hetente. Hogy van most ez? Újság 2000 április óta jelenik meg, és azóta is már van web oldalon is, meg a papír alapú újság is, és minden héten jelenik meg. És ha jól tudom, ugye ez egy ingyenes terjesztésű újság, tehát ez kimondottan a közösségnek szólóan. Igen, pontosan. Nyilván én láttam magát a produktumot, a terméket, de hát mivel nem tudok olvasni kínaiul, ezért csak feltételezem azt, hogy egyrészt ugye magyarországi történésekkel foglalkoztok, meg gondolom az anyaország híreit is azért elhozzátok az itteni közösségnek. Igen. A kínai híreket is, európai híreket is, hát úgy igyekszünk, hogy minél több hasznos információt adunk a itteni élő kínaiaknak. De viszont manapság nem csak az itteni élő kínaiaknak, hanem világon minden kínai számára. Tehát gyakorlatilag akkor megnyitottátok a működési területeteket az egész világ felé. Igen. Alapvetően azt gondolom, hogy egy lapkiadás az egyfajta ilyen kulturális küldetés is, hiszen amennyire tudom, te különböző kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában is részt veszel a lap kiadása mellett. Mennyire sikerült a hazai kultúrát áthozni ide Magyarországra? Igyekszünk, hogy először úgy csináltunk, hogy itt Magyarországon kiállítást szerveztünk, és utána már látjuk, hogy olyan programot is lehet szervezni, például a kínai holdú új évkor szoktunk olyan programot szervezni, van a színpadi program, ilyen kínai kulturális hagyományos tánc, innek hagyományos kínai hangszer bemutató. Ezen kívül még ilyen kézügyessége is szoktunk mutatni a magyar közönségnek, például ilyen, hogy hívják az ilyen cukorrajz, meg a húsos táska készítés, az mindig szoktunk a magyarral együtt készíteni, mutatjuk, hogy hogyan lehet készíteni a húsos táskát, atyac, és hogyan lehet főzni.
A közönség ezeken a rendezvényeken hogy oszlik meg? Tehát mennyire inkább a magyar közönséget szólítjátok meg, illetve mennyire az itteni kínai közösséget? Is. Mert a kínai holdbói év, ez egy kínai hagyományos ünnepség. Úgy szoktam csinálni, hogy itteni kínaiak, hogy érezze olyan, mint hogy Kínában lenne. A más része viszont a rendezvény mutatjuk a magyar közönségnek a kínai kultúrát. Uh-huh. De utána már csináltunk olyan, hogy fordítva a magyarok is fellépnek a színpadra, megmutatja a kínai közönségnek a magyar kultúrát. Mennyire hagyományőrző egyébként az itteni kínai közösség? Mennyire tartják a hagyományokat? Hiszen azért igazából most így, te is mondod, hogy most már 21 néhány éve itt élsz, de azért sokan vannak, akik évtizedek óta itt élnek, hogy meg tudták azért tartani, amit otthonról hoztak, vagy beintegrálódtak a magyar hagyományokba? Tartunk a kínai hagyományos ünnepséget, és egyre többen szoktunk szervezni ilyen hagyományos ünnepeket. Nem csak a kínai holdói ünnep, hanem ezen kívül van még több más kínai hagyományos ünnepség. Ugye nem is olyan régen volt karácsony, új év, évváltás, hiszen most egy ilyen ünnepi időszak végén vagy után vagyunk. A magyaroknak nagyon nagy ünnep a karácsony, nagyon szeretik. A kínai emberek számára mennyire fontos, hasonlóan fontos a karácsony egyébként, meg az új év? Igen. A karácsonyi ünnepség mi is tartjuk. Már 33 éve élek itt Magyarországon, a gyerekem is itt született Magyarországon, ő is már mindig nagyon várja a karácsonyi ünnepséget, és mindig a karácsonyi fát felállítjuk a otthonában. Aki úgy érzem, hogy aki itt született Magyarországon, itt nőtt fel, azok a fiatalok már tényleg nagyon ismerik ezt a ünnepséget, és nagyon várják. Hagyományosan egyébként Kínában nincs ilyen jelentőség a karácsonynak? Valahol tartják, és nem olyan, mint kínai holdóév. Uh-huh. Tehát ott az a fő ünnep, a holdóév ünnepe. No, innen folytatjuk, egy picikét elmegyünk zenélni, aztán visszatérünk. Az álom elrepít, a szerelem felhevít, ez nekem mindig
Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök még mindig a szószátját hallják, vendégem Kanjie, jó magam pedig Szűcs Balázs vagyok. No, hát beszéltünk különböző kulturális különbségekről és egyezőségekről, de hát a kultúrához ugye nem csak az ünnepek, hanem a zene, a tánc is hozzátartozik, és ez azért is mondom, mert ha jól tudom, te is zenész vagy, játszol hangszeren, ugye? Kezdtek tanulni a kínai hagyományos hangszer kúcsönt, hasonlítva a magyar recitálához. Ezt egyébként te itt önállóan, vagy akár valamely együttes keretein belül űzöd, vagy mi módon zajlik ez? Elsősorban én szeretem ezt a hangszert, és utána egy kínai hölgyel együtt fogunk, szoktunk játszani a citálával, és utána meg egy kínai nem néptalkör, hanem ilyen kis csoporttal együtt énekel a kínai néptalt és a magyar néptalt. Szóval velük együtt szoktunk mutatni a közönségnek. Ez nagyon jó produkció lehet. Én ezt még sajnos nem láttam ilyet, de egyszer lesz lehetőség. Nagyon szívesen megnézném. Említetted, hogy hát neked már itt születtek a gyermekeid. Ők hogy alkalmazkodtak ehhez a helyzethez, mikor már az értelmük annyira felnyílt, hogy anyu-apu Kínából jött, mi itt születtünk, ő inkább kínainak, inkább magyarnak, minek érzi magát? Szerintem a lányom, ő úgy érzi, hogy ő kínai, de viszont itt van neki a magyar palládja, szokott járni a magyar társadalomban, és jó beszél a magyar nyelvet is. És de két gyermeked van? Igen, egy lányom van. És a másik gyermek? Nem, egy lányom van. Ja, egy van, bocsánat, akkor én ezt félreértettem. Szóval akkor ő már így beilleszkedett gyakorlatilag. Igen. De egyébként a kínai közösség az én szememre egy kicsit zártan él, nem? Tehát nem annyira nyitnak a magyarok köré, vagy közé. Én nem úgy érzem, hanem a nyelv nehézség miatt. Nehéz megtanulni a magyarul? Mert neked igen. Sikerült. Mennyi idő alatt? Nehéz volt. Még 92-ben elkezdtem a magyar nyelvet tanulni. Ilyen magyar nyelvű előkészítő intézetben jártam egy évet. Tanultam a nyelvet, meg egy része történelmet is. De hát most már egyébként szerintem teljesen jól beszélsz, tehát. Hát mindig még kéne még tanulnom. De hát gondolom azért te így a munkád vagy az életed során nagyon sokat beszélsz magyarul is. Igen. Tehát. Igen. De gondolom otthon, a családon belül csak a kínai, nem? Igen. Amikor a gyermekedet tanítottad beszélni, mikor kicsi volt, akkor hogy lehet ezt a kérdést megugrani, hogy hát nyilván mind a két nyelvet meg kell tanulnia? Nem, otthon csak a kínai nyelvet hát ez beszéltünk. Lett az anyanyelve, de hát nyilván igen. Később meg kellett, hogy tanuljon magyarul, hogy... Elég korán vittem őt bölcsődébe. Még nincs egy évesen, akkor már bedobtam a bölcsődébe, minden nap viszem a bölcsődében, és anyosom visszahozza. Hát munka miatt is nincs több időm vele foglalkozni. Ez is nagyon, mai napig is nagyon sajnálom, hogy nem vele együtt töltöttem a gyerekkoromban az a szép időszakát. És ő milyen hivatást választott magának? Követ téged ezen a kulturális fronton, média fronton, vagy teljesen más irányba ment az élete? A média front. Akkor lehet, hogy előbb-utóbb ti valamit majd együtt is családilag fogtok csinálni? Jaj, a lányomról van szó, bocsánat. Ő teljesen más. Ő egyetemmel divatstudós szakmá végzett, és most ötvös egyetemmel még tovább tanul. A kínai nyelvet is, meg a magyar nyelvet is. Hát akkor ügyes kislány. Innen is gratulálunk hozzá. Köszönöm. No, kicsit térjünk még vissza itt az új évhez, hogyha jól tudom, ez a 2024-es év, ez a sárkány éve? Igen. A kínai évek azok mikor váltanak? Az ugyanúgy vált, mint ahogy a naptári évek, tehát december 31. január 1-jel, vagy annak más a váltónapja?
más Váldó napja. Idén február 10-én esik a új év, sárgány év lesz. És az lesz akkor a legnagyobb ünnep, igen, a legnagyobb buli. Igen. Erre akkor te egy rendezvényel is készülsz, vagy ti egy rendezvényel is készültök, vagy több rendezvényel, gondolom? Igen, tervezünk a rendezvényet szervezni, de nem Budapesten, mert a Budapesten van más szervezik, mi viszont vidéken, vidéki városba fogunk menni, ott fogunk tartani ilyen előadásokat, meg a színpadi programokat is. És ezeket mind te tartod kézben, mint főszervező? Igen. Ez nem kis feladat, azt gondolom, de hát gondolom vannak segítők azért a környezetedben. Igen, biztos. Hát én azt gondolom, hogy ezekhez mindenképpen sok sikert tudok csak kívánni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és egy icipicit be tudtunk pillantani a te életedbe, a kínai kultúra életébe, és hát egyáltalán egy másfajta világba, mint amit azért a mi hallgatóink nagy többsége ismer. És hát remélem, hogy azért előbb-utóbb ezek a kínai kulturális egyéb programok, ezek hogy majd abban a médiában is elkezdenek látszani, amit az átlag magyar olvas, néz, hallgat, hogy egy kicsit kitáruljon ez a kör. És hát köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm én is. A viszonthallásra. Viszonthallásra. Van egy kék tó a fák alatt, ha beleteszem, leüti a lábamat. Tájber gyerek, kérjél bocsánatot, mert nem mutatom meg a kacsámatot. Van egy kék tó a fák alatt, ha beleteszem, leüti a lábamat. Tájber gyerek, kérjél bocsánatot, mert nem mutatom meg. Szószátyár, szószátyár, szószátyár.
szátyár, szó szátyár. A műsor támogatta a Kittinél Love.